A kormányzat kiemelten kezeli a dél-dunántúli térség fejlesztéseit, ehhez pedig az is kell, hogy legyenek helyben megfogalmazott fejlesztési elképzelések, projektek, mondta a Bói Ipari Parkban Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Ha van Baranyában olyan város, amelyre mintaként tekinthetünk, akkor Bói városa ilyen, hiszen az az iparfejlesztés, amelyet az elmúlt 10 évben megvalósítottak itt a bóiak a kormány, illetve a vármegye támogatásával, az azt gondolom, hogy egész Baranya, de a Dél-Dunántúl számára is mintaértékű. Az elmúlt 10 évben megvalósult ipari parki fejlesztéseknek köszönhetően ma már 33 vállalkozásban több mint 1000-en dolgoznak itt Bójban. Most a Területi Operatív Program Plusz vármegyei fejlesztési keretéből 800 millió forintból egy új csarnokkal bővül ez az ipari park. Bói város önkormányzata a projekt kedvezményezettje. Ezen a területen új hasznosítható ipari területeket alakítanak ki közművesítéssel együtt. Új ipari tevékenységre alkalmas csarnokot építenek. Az ipari park terület 63 hektár, lassan teljesen megtelik, ezért elindították a fejlesztést, mondta Hárs József polgármester. A fejlesztés az két ütemből áll. Egyrészt szeretnénk egy üzemcsarnokot építeni, ehhez pályáztunk, és ennek az alapkőletétele lenne most. A másik projektnek a másik része pedig az, hogy megvásároltuk ki már 2 éves folyamat a Tötösi országútnak a keleti oldalát. Itt vásároltunk 40 hektárt, és ezt a 40 hektárt szeretnénk bevonni az ipari park területébe. Ehhez természetesen infrastruktúrát kell építeni hozzá. Ez lenne a projektnek a második része. Kellene építenünk mindent. Tehát már 2 évvel ezelőtt elindítottuk, hogy Mohácsról kijön egy új 22 kV-os vezeték, hogy legyen elég villamos energiánk. Építünk egy gázvezetéket, utat, termálvizet, vizet, szennyvizet, optikát, tehát van még mit építeni. A második ütem most indul, ugyanis most arra sikerült a terület beszerzése. Ezért teszik most le az alapkövet, ami erre a csarnokra szól. Azonban a teljes beruházást el akarják indítani. Ehhez nyertek támogatást, de 20-25% önerőt le kell tenni a bói önkormányzatnak, fogalmazott Hárs József. A projekt további folytatását már Fehérvári Dávid újonnan megválasztott polgármester végzi beiktatása után októbertől. Bói sikere ugye azon alapszik, hogy polgármester úr 3 évtizeddel ezelőtt kialakított egy olyan fejlesztési programot, hogy az önkormányzat építi az ipari parkban a csarnokokat, és ezeknek a bérbeadásával egy komoly bevételre és iparűzési adóbevételre tesz szert a város. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát folytatni kell. Örülök annak, hogy ismételten egy újabb csarnok fejlesztés előtt állunk, és ugye ennek a projektnek a második fele az az új 30 hektáros ipari parki bővítés, amit az önkormányzat meg fog valósulni. Ezt a munkát folytatni kell. Fehérvári Dávid hozzátette, a település fejlesztésére is több gondot, figyelmet kell fordítani a jövőben, ugyanakkor az ipari park jelenti Bójváros számára a bevételt, ezért mindenképpen folytatni kell a megkezdett fejlesztéseket.